Családi kulturális fesztivállal zárul a Budapesti Demográfiai Fórum többnapos rendezvénysorozata a Millenáris Parkban. Az elmúlt napokban vezető európai és magyar politikusok, köztük Orbán Viktor miniszterelnök tartottak előadásokat. Az esemény sor ma családbarát programmal zárul. 11 órakor kezdődött a Magyarország családfája megnyitója. Ezen Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár is beszédet mondott. Őt kapcsoljuk most. Jó napot kívánok, államtitkár úr, kezdjük mindjárt ennél a bizonyos családfánál. Hogy lehet egy ország családfáját megrajzolni? Ezt már hagyományként is mondhatjuk, amikor Európai Uniós elnökséget kezdtük annak idején, akkor is tartottunk egy nagyon nagy családnapot itt a Millenárison, és hát ennek a folytatása ez a mostani. Azért fontos üzenet ez, mert üzenünk egyrészt a határon túli magyarok fele is, akik szép számmal itt vannak, Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Délvidékről egyaránt, és hát üzenünk Európának is, amit egyébként az egész háromnapos demográfiai fórum üzen, hogy mindenképp Európának a demográfiai kérdést nem a betelepítéssel, nem azzal a gondolattal, amelyet néhány ország képvisel kell megoldania, nem megoldás az, hogy adott esetben valakik az erős embereket idehozzák, az egészségeseket itt tartják, a többieket szétszórják, szana szét a világban, hanem igenis azon kell gondolkodni, és tenni is, hogy mik azok a demográfiai lépések, mik azok a családtámogatási lépések, amelyek megerősítik a gyermekvállalást és a családokat. Nagyon sok téma és egészen meglepő adat is kiderült a demográfiai fórum alatt. Az egyik ilyen, hogy a 30 éves nők 60%-ának, a 40 éves nők esetében pedig 40%-uknak nincs még gyermekük, miközben egyébként sokan közülük vágynak rá, hogy legyen. Ennek nyilván nem egyetlen oka van, éppen ezért nehezen javíthatóak az arányok, de ha javíthatóak, akkor hogyan? Hát azonnal nyilván nem. A magyarországi változás is 5 évnek az eredménye, ami most elindult, hiszen 2010-ben, amikor változtattunk a családtámogatási rendszeren, amelynek része az anyagi támogatás, de része mondhatom azt a lelki megerősítése is a családoknak, hogy egyáltalán a családnak az egyben tartása, a házasságra való felkészülés, a gyermekvállalás az milyen terhekkel, nehézségekkel és milyen örömökkel, szépségekkel jár, ezekre fel kell készülni. De ehhez persze hozzá kell tenni azt a családtámogatási rendszert, amelyben Magyarországon óriási nagy változás volt. Nem lehet egyik pillanatról a másikra a szemléletet megváltoztatni, de egy kis elmozdulás van, nem véletlen, hogy emelkedett a gyermekvállalásnak a száma. Egyébként, ami örömteli, hogy nem véletlen, hogy sokan azóta vállalják a második, harmadik, azok többedik gyermeküket is. Egy-egy ilyen rendezvény is most is itt a Millenárison kicsit ezt akarja bemutatni, erre hív, hogy igenis a családban sok-sok öröm van, sok-sok szépség van, és hogyha a fiatalok merik vállalni a gyermeket, merik vállalni a családokat, akkor őnekik is az életük az sokkal inkább kerekebb és szebb lesz. Hozzá kell tenni, hogy nyilván itt fontos azt kell tudni, hogy van egy önzőség az európai társadalmon belül, ami önzőség megnyilvánul a szegény és elesett országok fele. De hiába gazdagok és jómódúak ezek az országok, hogyha ezt az önzőséget határon belül nem tudjuk áttörni. Tehát nem merik vállalni a gyermekeket, vagy a családokat sokan, és általában a több gyermeket is, akkor bizony az a következménye, amit most átélünk szerte Európában, szerte európai országokban. Nekünk van válaszunk, az a 18 ország, akik közül itt voltak Magyarországon, mind-mind azt mondták, hogy követendő a magyar családpolitika. Nyilván nem az egyetlen, nyilván nem a legjobb megoldás mindenhol a világban és Európában, de akkor is követendő, és jó példákat tudtunk átadni nekik. Államtitkár úr, nagyon-nagyon kevés időnk maradt. Még egy fontos dolog azonban a végére bele kell, hogy férjen, azt gondolom. Nagyon sok kiadással jár egy vagy több gyermek felnevelése, de, és bármilyen csúnya ez, a gyermekek befektetést is jelentenek. Hát pontosan ez az, amit ugye Németország azt mondja, hogy ő behoz máshonnan munkaerőt, mert hogy nem tudja máshogy megoldani most a gazdaság a helyzetét. Mi pedig mindig azt mondtuk, hogy a gyermekvállalás az a jövőben való befektetés, mert abból fogjuk tudni fenntartani akár a szociális hálót, akár a nyugdíj területét, akár az iskola és kulturális területet, tehát mondhatjuk így a népjóléti rendszereket. Hogyha erre befektet egy ország rövid távon, az hosszú távon igenis megtérül.
az a gyermekszám növekedés, amit az elmúlt években tapasztalhatunk, annak ellenére, hogy a szülőkorú népességnek a száma kevesebb, csökken. Pontosan ugye az eddigi adatok és az eddigi tendenciák miatt én azt gondolom, hogy mégiscsak jó irányba mozdultunk el. Államtitkár úr, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és még egy kapcsolódó információ nézőknek: a millenáris sorna közmédia standját is megtalálják a látogatók. Itt a gyerekek például portréfotózáson is részt vehetnek.